Nos, sziasztok srácok! Végre valahára beérkezett az a várva várt frissítés, és nagyon sok mindent hozott. Season 7 legnagyobb frissítésével nézünk szembe, és nem nagyon akarok fecsegni, kezdjem is a legdurvább dologgal, az pedig az ingyenes Battle Pass. Igen srácok, jól hallottátok, ingyenes Battle Pass. A mostani frissítéssel megkaptuk az Overtime nevezetű challenge listát, amiben ha 13 challenge-et megcsinálunk legalább, akkor ingyenesen megkapjuk a Season 8-at. És ezt bárki megcsinálhatja, szóval ha neked nincs semmilyen Battle Pass-ed, vagy eddig nem is volt, annyi dologot, ha megcsinálsz belőle 13-at és a Season 8-at ingyenesen megkapod, mármint a Season 8-as Battle Pass-t. A jelenlegi Battle Pass tulajdonosok ugye megkapják a 3 skinnek az alternatív verzióját, de ezen kívül lesz egy wrap, illetve egy contrail, illetve két loading screen is. Így van, ez lesz a Week 11-es töltőképernyőn, ami már a Stage 4-es rob látható. Hát de mondhatjuk most már nem rabnak, hanem tűzkirálynak is simán, mert most már teljes erejében van. Valamiféle rituálét csinál, amivel ugye újra erőre kap, viszont erről nagyon nem akarok mostani ebben a videóban beszélni, hiszen rengeteg minden lenne erről is, a repedések, a Wailing Woods felégetése, ilyenek. Ez majd a következő videóban lesz, ami egy full teóriás lesz, ami már holnap debütál. A Stage 4, ha minden igaz, mától elérhető, de erről semmit nem tudok, senki nem találta még meg, hogy mit kell csinálni, de ha véletlen kiderül, akkor vagy Facebookon, vagy itt a YouTube közösséges motyóba be fogom rakni, úgyhogy érdemes lesz figyelni. Szerintem itt az ideje, hogy megnézzük az új skineket. Emote time! Ezek a skinek mindegyik item shopos, kivéve a Love Ranger-t. Hiszen a bukott angyal kap egy különleges challenge pakkot, és úgy néz ki, hogy a store-ban fog megjelenni, olyan 20 dolcsi körül lesz. El lehet gondolkozni, hogy megéri-e megvenni, hiszen 2000 V-Bucks-ot ki lehet belőle farmolni, nem tudja senki, hogy mik lesznek a challenge-ek, és állítólag már holnap bent lesz a store-ban.
Lesznek még itt új LTM-ek is, ilyen például a Catch, ahol csak gránátok lesznek, vagy gránáthoz hasonló itemek. Vagy itt van például Sword Fight, amiben csak kardok lesznek, amiben bent lesz az Infinity Blade is, ez is nagyon érdekes módnak tűnik. És végre valahára visszakerült a gifting rendszer is, így most már tudunk küldeni ajándékokat a barátainknak is. A térkép is minimálisan megváltozott, hisz Wailing Woods kezd úgymond felégni, és napokon belül tényleg fel fog gyulladni és repedni fog a föld, illetve eltűntek a sárkánytojások, de erről majd holnap beszélünk. Na ennyi lett volna ez a mai videó. Ha tetszett, akkor dobjatok lájkot, illetve iratkozzatok fel, ha még nem vagytok. Holnap akkor bepörgetjük a teóriát, és rájövünk, hogy nagyjából mi fog történni, mit hoz el a Season 8. Aki pedig úgy gondolja, hogy valamifélét giftelni fog nekem, annak előre is köszönöm szépen. Na köszönöm, hogy megnéztétek, és boldog Valentin napot. Sziasztok!